úgy van itt, hogy 12, elindítottuk egy új programot a vasutas nyugdíjas klubok között. Nagy Kanizsa, ja, hát ugye a nótában is az, hogy megy a vonat Kanizsára. Valahogy úgy jött ki, hogy Nagy Kanizsára kerültünk először. Nekem nosztalgia volt, mert én a MÁV budapesti igazgatóságtól a Gyesev igazgatósághoz mentem át, és akkor a Gyesev igazgatóság vezetője az Nagy Kanizsáról került oda, mert itt volt előtte állomásfőnök. És akkor valahogy így ez a nosztalgia, meg a Gyesev szolgált kocsijával le is hoztak, mint nyugdíjas, akkor kezdődött itt az, hogy egy új programot indítsunk. A dunántúli vastasok klubjainak kisebb volt a köre, voltak sikerek, kudarcok, tudjátok, feloszlik a klub, nem oszlik fel, alakítsunk még másikat, megalakult, megszűnt, újból kell, hát ez ilyen az élet. Most viszont a 12. dunántúli vastas nyugdíjas találkozó, hadd jelentsen minden jelentőjévőnek, hogy ez a nagy család példaértékű, összetartó család lett. Mindig mindenki ott van a másiknak a rendezvényén. Megtanultunk közösen gondolkozni, nem sírni, hanem örülni egymásnak, megtisztelni a másikat a jelenléttel, és egy olyan kreatív csapat jött össze itt a dunántúli nyugdíjasok között, amelyek nem képzeltük el, hogy ilyen szervezettségre lehet szerteni. Ezért most ezen a helyen, vagy helyről hadd köszönjem meg minden dunántúli jelenlévő nyugdíjasnak, illetve azoknak a kluboknak, akik vállalták ezt a feladatot, és eddig csinálták, reméljük, ezután már nagy tapasztalattal végül fog menni.